lett a nagynéni, a szoknyáját a szoknya. Hűvak! A hagyományok ápolása már az óvodában megkezdődik. Az itt dolgozó óvodapedagógusok a nevelési programjuk kidolgozásakor is fontos feladatuknak tekintették. Amikor az óvodáknak el kellett készíteniük helyi nevelési programjukat, nevelőtestületünk úgy döntött, hogy a hagyományápolást választja. A hagyományok, a népszokások megismertetése, átadása így már óvodáskorban elkezdődik. Az ünnepek, ünnepélyek azóta is jelentős események óvodák életében. Gyorsan! Ezt szeretem legjobban, ezzel fordulok gyorsan. Vége, vége, vége mindennek, vége a jó kezdőnek. Az ajaki hagyományok ápolása ma is él. Erről és a régmúltról Takács Károlyné Pontsák Margit mesélhet a legtöbbet. Az ajaki népviselet messze földön híres, színességéről, egyszerűségéről, hordhatóságáról, színességéről szeretném elmondani azt, hogy minden vasárnap más-más színű ruhát viseltek a lányok. Első vasárnap vakvirágos fehér ruhába mentek a templomba, piros szőrkötővel, mizdivel és gyöngyel fejüket bekötötték fehér kendővel, varrott virágossal, amit saját kezűleg vartak. A második vasárnap fehér delin ruhát viseltek, piros rózsával, de a 30-as, 40-es években már nem ritka volt a kék, kosaras, mezőkövesdi delin ruha sem. Harmadik vasárnap zöld ruhába voltak, ami azt jelenti, hogy zöld ujjas, zöld ruha, mármint szoknya, piros szőrkötővel. A negyedik vasárnap volt a veres vasárnap, viselete piros ujjas, piros szoknya, kék vagy zöld szőrkötővel. A szőrkötő az azt jelenti, hogy ilyen maga, tehát egy csíkos, fehérrel beleszőtt csík, a kötőt csipke díszítette. Elmondanám, hogy az ujjas hogyan készült. Az ujjas 5 részből állt, 2 részből állt a melje, azon 12 bevarás volt, a hátán pedig 2-3-2-2-3-2-es bevarásokkal díszítették vagy tüzdelték meg, az ujjast bársonyszalaggal és margitszakkal díszítették, a szoknya díszítése csak 2 sor bársonyszalaggal és rávarásokkal vagy hajtásokkal volt díszítve, ami azt jelentette, hogy ha kisebb növésű vette fel, akkor vartak rá egy csikot, ha nagyobb vette fel, akkor pedig leengedték. Tehát mindig a szükségnek és az alkalomnak megfelelően variálták. A hétköznapos viselet az a karton, a flokkon viselet volt. A maga egyszerűségével igyekeztek a háziasszonyok nagyon gazdaságosan és takarékosan bánni az anyaggal. A kötő, amit eltakart, az más anyaggal volt betoldva. A nagybőti viselet a lányoknál fekete delin volt. A fekete delinbe pici, apró virág, fehér-piros, kék virág volt, ahhoz fekete kötőt használtak. És 35-40 év fölött pedig vadgyászba a legtöbben fekete ruhát viseltek csak. Ami
ugye a mennyasszonyi ruhaviselete fehér volt, fehér nyomott virágos, tehát vakvirágos, piros szőrkötő, fekete sáj, és olyan koszorú, ami háromszög alakúba ment ki, tornyosnak nevezték ezt a koszorút. A sáj az fekete sejemsáj volt, ami azt jelentette, hogy eladta a fejét a férjének. A kislányok viselete kantus volt, a kantus az azt jelenti, hogy egy-egy beruha, a felső része egybe volt szabva, ami a szűk volt, az alsó része az bő, olyan fodros aljú bársonyszalaggal díszített. A kötény eltért a felnőttek kötényétől, mert a kötényük az egy melyes kötő volt, ami azt jelentette, hogy teljesen eltakarta a ruha elejét. A vállánál pici fodor volt, és az alja ráncos volt, ami felvette a szoknyának a bőségét. Itt is a sokszínűség jellemezte a gyerekek ruháit, ami megmaradt a felnőtt ruhákból, vagy abból varták, tehát delingből, vagy pedig kartonból, és folyamatosan engedték le a derekánál, ahogy nőtt a gyerek, hogy minél jobban ki tudják használni. A kislányoknál is volt olyan, hogy alsószoknya, az alsószoknyát gyorsból készítették, a nagylányoknál, asszonyoknál is gyorsból készítették, két-három alsószoknyát vettek fel a ruha alá, akkor az asszonyok maguknak szőtték a vásznat, és vászonból volt az alsószoknya is, amikor még karton és flakon ruhát viseltek az asszonyok. Még annyit szeretnék elmondani, hogy mondtam, hogy nagyon takarékosak voltak és vigyáztak a ruháikra. Ha például pócsra mentek, nem vettek fel harisnyanadrágot vagy harisnyát, lehúzták a cipőt, mezítláb mentek. Mizdit nem vettek fel, mert a mizdibe beleizzadtak volna és az megsárgult volna. Ezeket a dekorációkat vagy idézőjelben mondom, csicsamicsákat ott a helyszínen vették fel. Ezekre vigyáztak, örökölték. Amiről még nem mondtam, a mizli, az fehér csipkéből készült, beráncolt nyaki díszítőjelen volt, a gránát az pedig tükörgyöngynek nevezték, körbe kétsoros, hatsoros volt a menyasszonynak, zöld szalaggal díszítve, ami teljesen leért a háta közepéig. Szeretnék most már a szövésről beszélni. Mondtam, hogy Ajakon nagyon nagy hagyománya volt a szövésnek, sőt, még napjainkban is vannak asszonyok, nem sokan, 6-8-an, akik gyakorolják ezt a tevékenységet. A kender termesztéstől teljesen a fonal készítésig mindent maguk végeztek el, a család, a rokonság besegített ebbe. Kezdetben, a kezdetet úgy mondom, az 1900-1910-es években ugye csak a vászonanyagok szövésével foglalkoztak. A vászonanyagoknak lehet nevezni a jobb módolatnál a vászonlepedőt, amit a szalmára, az ágyra tettek, aztán a használati tárgyak közül a törölközőkendőt, a törlőkendőt, az abroszt, és később jött divatba a 1950-es évekbe, hogy pokrócot is szőttek. Még később, amikor a lakodalmas szokásoknál már kissé ment a flancolás, tehát hogy kiosztókendőt adtak a násznagyoknak, akkortól kezdődött meg a kiosztókendő szövése. Kezdetben a csíkok csak 1-2 centisek voltak, mert ugye a bélelőjért, meg a színes szélnáért ki kellett menni kassára. Szlovákiába, később már az nálunk is meg tudták venni, és úgy lett a 2-3 centis csíkból 20 centis nagy csíkok. A csillagtól, a bazsarózsáig, a kehelytől, a keresztig minden megtalálható, tehát saját ízlésüknek, igényüknek, tehetségüknek megfelelően díszítették azokat a szőtteseket, amivel saját családtagjaiknak vagy másoknak akartak kedveskedni.
csak én magam egyedül vagyok árva. Zöld erdőben ragadós madárnak is van párja, csak én magam egyedül, csak én magam egyedül vagyok árva. Kinek van, kinek nincs kut az udvarába, szép kerek, diófa pitva rajtajába. Szép kerek, diófa csipkés. Aztán szeretnék még beszélni az óvodai szokásokról. Az óvodában az 1980-as években kezdtük meg a néphagyománya ápolást. A népdalkör 1990-es évektől működik településünkön. Nevet 1998-ban adtunk az óvónők népdalkörének, ekkor vettük fel a Rosmaring népdalkör nevet, azóta is működik az óvónők által működtetett népdalkör. Elsősorban azokat az ajaki dalokat gyűjtöttük össze, amelyek már feledésbe merültek, például az ajaki lánytánc dalait, lakodalmas dalokat, lányos-fiús dalokat, és ezekből próbáltunk egy-egy csokrot összegyűjteni és kedveskedni ajak lakosainak, vagy azoknak a településeknek, ahová meghívtak bennünket. Többször feléptünk Tarpán, ahol csoportunkat minősítették, és mindig arany minősítést kapott a népdalkör. Gyerekekről mióta szinte ez az óvónői gárda van, igyekeztünk a hagyományápolást átadni, feleleveníteni. Szinte a gyerekeink, meg akik iskolába mentek, magukba szívták tőlünk azokat a dolgokat, amelyekkel megismertettük őket. Gondolok itt a népszokásra. Kezdetben a gyerekeknek olyan ajaki ruhát vartunk, amelyik egy ingvárból, egy delin szoknyából és egy kötőből állt. Később sikerült ezt bővítenünk, úgyhogy a lányok is kantust kaptak, a fiúk mellényt kaptak, a kalapokat pedig a faluban összegyűjtött kalapokból biztosítottuk a fiúknak, és májvával díszítettük. Nagyon szerettük volna, hogyha megmaradhatott volna az az ajaki szoba, mivel ajakon nincs tájház, ahol bemutattunk egy régi ajaki helyiséget, azokkal a régi butordarabokkal, azokkal a régi berendezési tárgyakkal, használati tárgyakkal, ruhadarabokkal, amelyekkel a mi nagyszüleinknek volt berendezve a lakásuk, de az óvoda akkoriban fejlődő tendenciát mutatott, szükség volt arra a helyiségre, és ki kellett pakolnunk az óvoda folyosójára. Itt sokkal szükösebb helyen vagyunk, és az eszköztárunk úgymond megcsapant, megfogyott. De nem adtuk fel ezt a tevékenységünket sem, mert maradtunk a régi ruhák gyűjtésénél, régi használati tárgyak gyűjtésénél, amely végig az óvoda folyosóin, a csoportszobákba el vannak helyezve, úgyhogy velünk élnek, együtt élnek, együtt éljük a mindennapi tevékenységünket.